Húsvéti vásárlásra készülnek, de nem futja mindenre. Az ünnep költségeinek fedezésére több száz nyugdíjas fordult az önsegélyező pénztárakhoz. A kölcsönök száma és értéke is jelentősen megnő ilyenkor. Ünnepváró hangulat van az önsegélyező pénztárnál, de a tolongás is nagy. Kovács Ibolya fegyelmezetten vár, hogy sorra kerüljön. Azt mondja, nagy szüksége van a pénzre, ellenkező esetben üres lesz a húsvéti asztal. Hát, élelmet inkább. És még mit? Szeretnék bárányt is venni, ha lehetséges, és olcsón az ember megkapja a piacon. Akkor azt is vennék. És egyébet, más egyébet nem, a háztartásra inkább. Egy kirelmező akár 5000 lejt is felvehet, de legtöbben ennél kisebb összegekre tartanak igényt, éppen csak annyira, hogy szerényen fedezni tudják az ünnep költségeit. Egy kicsi bárány. A lisztolaj, ilyesmi, ami még egy kicsi hús, amit szokásos a húsvéti ünnepekre. Ennyi. Milyen összegre tart igény? Hát 1500. Na, az 15 millió a régi pénzbe. Az ünnepek előtt ez már megszokott látvány, ilyenkor rengetegen lépik át az önsegélyező pénztár küszöbét, mondja Moldován László. Ezen a héten volt olyan nap is, amikor fölvettek 60-70 kölcsönt, 75-80 ezer leértékbe, tehát egy nagyon nagy összeg. Voltak olyan napok, amikor aztán csekélyebb volt, 30-40 ezer lej, de mondom, így ünnepek előtt mindig legalább 25-30%-a úgy szám szerint is, mint összegbe nagyobb a kölcsönök. Kérem szépen, a valóság az, hogy szegény nyugdíjasok. Az önsegélyező pénztárnál egyébként azok a nyugdíjasok vehetnek föl kölcsönt, akik nyugdíjuk 1%-át befizetik a pénztár alapba.